Sikerült a beültetés, az első orvosi kontrollra érkezett az édesanya. A terhességi teszt már 2 héttel az embrió beültetése után képes kimutatni a terhességet. Arra újabb 1 hetet várni kell, hogy az embriót ultrahang készülékkel is látni lehessen. A fekete kis folt bent a méhben a petezsák, ebben fejlődik az embrió. Az embrió még alig észrevehető apró fehér pöttynek látszik a monitoron, az átmérője körülbelül 1 mm. Ez a kis fehér pötty a magzat, és már lehet sejteni a szívcsövet, ahogy pulzál. 1 hét múlva, már az 1 héttel egészen biztos, hogy lehet volt hallani a szívhangot. 1 magzat van, méhen belül van, és pillanatilag úgy tűnik, hogy mindenemben van. Mivel az embrió ilyenkor még nagyon kicsi, az orvos a petezsák méretét nézi, ebből tud következtetni, hogy jól fejlődik az embrió. A petezsák átmérője az 7,9 mm, ami megfelel pontosan annak a terhességi kornak, amit számoltunk. Az anyukának már született egy lombik bébie, most a kis testvér érkezik. Azt mondja, az első kezeléstől még tartott, de erre a másodikra már örömmel jelentkezett. Szerintem egyáltalán nem megterhelő, amennyire akarjuk ezt, hogy legyen babánk, szerintem ahhoz képest ez egy semmi ahhoz, hogy összejött, és olyan 1-2 hét kb. Az egész procedúra, mire megtörténik a leszívás, meg az injekciózás, minden. A lombik bébit váró anyukát a terhesség 12. hetéig gondozzák a meddőségi központban. Mindannyian sárga testhormont kapnak, mert a kezelés elején kapott hormonkészítmények miatt sárga testhormon hiány van a szervezetükben. Ezt kell kívülről pótolni, és addig, amire kialakul a lepény is, ez durván a terhesség 12. hetéig alakul ki. Utána pontosan ugyanolyan terhességnek számít, mint hogyha magától jött volna létre a terhesség. A 12. hét után az anyuka elbúcsúzik a meddőségi klinikától. Ettől kezdve a terhes gondozást a saját választott orvosa végzi. Ezután minden ugyanúgy történik, mint egy átlagos terhességnél. Az anyuka ugyanazokon a vizsgálatokon és szűréseken vesz részt, a lombik bébi pedig ugyanúgy fejlődik és ugyanúgy jön világra, mint bármelyik másik kisgyerek.